Jó napot kívánok! Ez a közügyek, benne pedig ismét választási kisokos. Mit kell tudnunk május 6-áról? Tegnap bemutattuk a szerbiai nagypártokat, ma a vajdasági magyar pártok kampányáról, illetve választási ígéreteikről, programjaikról láthatnak majd külön-külön összefoglalókat a közügyekben. A műsor végén pedig riportot láthatnak arról, hogy hogyan mutatták be ma Budapesten a Magyar Nemzeti Tanács stratégiáit. Kezdünk. Indul a visszaszámlálás május 6-áig, a hétvégén vasárnap választunk, ma éjféltől pedig kampánycsend van. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy Szabadkán az utca embere mit tud a választásokról, mutatjuk. Alig 3 nap van még hátra a választásokig. Vasárnap ugyanis szavazunk. A Pannon RTV stábja kíváncsi volt arra, hogy mennyire informáltak az emberek a kampány végéhez közeledve. A megkérdezettek többsége elmegy szavazni, és már azt is tudják, hogy mely pártokra és képviselőkre adják le voksukat. Elmondásukból azonban az is kiderült, szinte mindannyian átejtetnek érzik magukat, kiábrándultak a politikából, változásokat akarnak. Uglavnom imam neke svoje stavove imam, mada je specifična i teška situacija za odlučivanje jako i opšti mi je utisak da bilo kakva odluka neće biti baš najpovoljnija zato što se mnogo priča na istine, dosta se laže, ništa se ne ulaže, neku hipoteku, ako se nešto pogreši se to vrati kroz neki, tako da je teško odlučivati jako. Šta očekujete? Ništa, sve po starom. Šta očekujete od izbora? Ništa posebno. A da li znate već... Drugi krug obavezno, to je vam jasno. Ki megy majd a választásokra? Ki megy az egész család. És tudja már, hogy kikre fognak szavazni? Tudom. És honnan tájékozottak ezekről, hogy milyen szinten folyik a választás, és hogy milyen színűek azok a választási cédulák? Nem kell nekem választ színű, hogy legyen a cédula. Elolvasom a pártot, a neveket, és kész. És mit vár ezektől a választásra? Van valami? Semmit nem várok, mert úgyse lesz változás, semmi. Normálno da trebaju promjene da dođu, da vam ne kažem koga ću da glasam sada, to nije demokratski, ali u svakom slučaju, znate kako izgleda stvar, kada morate za jedan lek da čekate 2 nedelje, onda znate da tu već nešto nije u redu. A znate već na koga ćete glasati? Kako da ne. Honnan tudja, honnan tájékozódik? Informálják az embereket, nem? Elég informálják, hogy sok tapasztalat van már az előbbiekben, az előbbi választásokban. Ki szoktam menni általában szavazni, és fogok is kimenni. Én ezt már elterveztem, de így nem tudok a papírokról, hogy tudom, hogy lesz több, ugye? És akkor hát majd ott talán fölvilágosítanak bennünket, hogy meg hogy kell kitölteni. Én minden esetre akarok kimenni. Május 6-án szavazunk köztársasági elnökre, szerbiai parlamenti képviselőkre, tartományi egyéni képviselőkre, tartományi pártlistára, illetve önkormányzati jelöltekre. Ma éjféltől vasárnap este 8 óráig azonban kampánycsend veszi kezdetét. Ez azt jelenti, hogy ebben az időszakban tilos a pártok népszerűsítése, az erre irányuló rendezvények megszervezése, valamint a választási részeredmények közzététele. Tilos minden formájú politikai reklám, a választásokon való általános részvételre felszólító társadalmi célú hirdetések azonban közzétehetőek. A kampánycsendnek a szavazóhelyektől 50 méteres körzetében fokozottan érvényesülni kell. A pártok semmilyen propaganda anyaga, vagyis plakátja, szórólapja, jelképe nem lehet látható helyen. Amennyiben ezt a tilalmat megsértik, a törvény értelmében az adott körzetben meg kell ismételni a választásokat.
A közügyek vendége pedig Nagy Kanász György, a Szabadkai Választási Bizottság tagja. Jó napot kívánok, köszöntöm Önt. Jó napot kívánok, köszöntöm a Pannon Televízió nézőit. Természetesen ez a mi felmérésünk nem reprezentatív, találomra szólította meg a riporter az embereket, de hát én kiragadtam itt egy-két mondatot ezzel kapcsolatban, hogy elolvasom a pártot, a neveket kész és karikázok, mondta az egyik megkérdezett hölgy, egy másik pedig úgy nyilatkozott, hogy a szavazóhelyen ott talán majd felvilágosítanak bennünket, hogy mit kell tenni, hát azért ez nem ilyen egyszerű, sok szavazólapot kapunk majd itt a Vajdaságban. Igen, tulajdonképpen legkevesebb 5 szavazólapot kapunk itt Szabadkán, de lesznek olyan helyek, ahol 6-ot, mégpedig Bajmokon, ahol megismételt helyi közösségi választásokat is tartunk, és az Újfaluban, ahol referendumot tartunk egyidejűleg a helyi járulék eltörléséről. Mit tanácsol, mi alapján tájékozódjanak a polgárok, hogyan találják fel magukat a szavazóhelyeken? A polgárok a szavazóhelyeken tulajdonképpen a szavazatszámláló bizottság utasításai alapján kell, hogy eljárjanak. Megkapják a különböző színű szavazó cédulákat, és arra nagyon kell vigyázniuk, hogy ugyanabba az urnába dobják be, amilyen színű szavazó cédulák már vannak abban az urnában. És az urnára rá is ragasztják a mintát, úgy igen, van? Igen, tehát aki egy kicsit is odafigyel, nem tud megtévedni, és arra kérném a választópolgárokat, hogy figyelmesen töltsék ki a szavazó céduláikat is, figyelmesen olvassák el, milyen pártok, milyen jelölteket állítanak, és akkor, ha összehajtották a szavazó cédulákat, akkor feltétlenül a megfelelő urnába kell a szavazó cédulát bedobni, mert ha tévesen dobják be, ami már korábban előfordult, akkor elképzelhető akár a választás megsemmisítése azon a szavazóhelyen. A szavazóhelyek ezúttal is reggel 7 és este 8 óra között tartanak majd nyitva, ugye? Igen, azzal, hogy a kampánycsend az tulajdonképpen néhány óra múlva, tehát ma éjféltől életbe lép. Maga a választási bizottságnak a munkája ellenben továbbra is folyik, 50 nap óta rendületlenül dolgoztunk először a listák átvételén és elfogadásán, legújabban pedig a nyomdában tulajdonképpen a szavazó cédulák kinyomtatását ellenőrizzük. Természetesen az egyes pártok, illetve pártkoalíciók maguk döntöttek arról, hogy melyik szinten, milyen formában indulnak, vagyis hogy egyedül mérettetik-e meg magukat, vagy pedig különböző koalíciókban. Így erre is figyelni kell, hiszen nem biztos, hogy ugyanaz a párt ugyanazzal a sorszámmal és ugyanazon a néven szerepel a különféle szavazólapokon. Igen, tulajdonképpen érdekes ez a szavazás, mert szinte el lehet mondani, hogy ahány választás, annyi szokás. Az országos elnök választáson nem a jelölési sorrendet, sem a szerb ABC betűi alapján határozták meg a sorrendet, hanem sorsoltak a jelöltek között. Ugyanakkor a tartományi listán, a pártlistán ott a leadási sorrend szerint határozták meg a pártok között a sorrendet, azzal, hogy az egyéni jelöltek között pedig a szerb ABC betűi alapján döntötték el, hogy ki hanyadik lesz a listán. A Pannon TV az következetesen próbálja az embereket arra felhívni, hogy vegyenek részt május 6-án a választásokon és járuljanak az urnák elé, tehát népszerűsítjük a szavazást. Így most megnézünk együtt egy ilyen társadalmi célú felhívást, amit a Pannon TV készített, utána folytatjuk a beszélgetést.
És akkor vissza a választási kisokoshoz. Itt van még a stúdiónkban Nagy Kanász György, a Szabadkai Választási Bizottság tagja. Az államfőválasztás az evidens, ott ugye nevekre szavazunk, 12 név közül kell választani, és a megfelelő, a számunkra elfogadható jelölt neve előtti sorszámot kell bekarikázni. Kétfordulós is lehet, sőt nagy valószínűséggel kétfordulós lesz. Igen, abban az esetben, ha az első fordulóban egyik jelölt sem ér el abszolút többséget, az abszolút többségnek pedig a szavazó polgároknak több mint 50%-nak a szavazata szükséges ahhoz, hogy egy jelölt az első fordulóban már megnyerje a választásokat. Tartományi választásokra is mindjárt rátérünk, azt mondják, ez a legbonyolultabb. A köztársasági parlamenti választáson ugye 250 képviselőt választunk meg, párt nevekre, pártlistákra szavazunk. Igen, a köztársasági választásokon úgy történik, ahogyan ön mondta, és tulajdonképpen részarányos, azaz proporcionális rendszer alapján döntik el a statisztikusok, hogy melyik párt hány mandátumra jogosult a leadott szavazatok alapján, mégpedig a DONT módszer alapján. Ennek mi a lényege? Hát ennek tulajdonképpen az a lényege, hogy egy kicsit az erősebb pártokat favorizálja. Egyébként itt is van választási küszöb, ami 5%-ot jelent, ami természetesen a kisebbségi pártokra nem vonatkozik. Ugye ezzel kapcsolatban sokszor halljuk a természetes küszöb kifejezést, ez mit akar? A természetes küszöb kifejezés tulajdonképpen azt akarja, hogy minimum egy mandátumra, ha jogosult valaki, elvileg elosztják a választáson résztvevők számát a 250-nel, a kiosztandó mandátumok számával, és akkor kapunk egy bizonyos számot, és annak alapján kiderül, hogy az adott kisebbségi párt elérte azt a természetes küszöböt. És akkor most térjünk rá a tartományi választásokra. Azt mondják a egyesek, hogy ez nagyon bonyolult, hiszen a 120 tagú tartományi képviselőház felét, azaz 60 képviselő esetében pártlistára szavazunk, 60 képviselőt pedig név szerint választunk meg. Igen. Tulajdonképpen nem is olyan nagyon bonyolult, és véleményem szerint ez egy igazságos rendszer, illetve megpróbálja valamiképpen pótolni a részarányos rendszer hiányosságait, ugyanis a részarányos rendszerben előfordulhat az, hogy egészen kis támogatottságú pártok is, akik 5-6%-ot érnek el, képviselői mandátumhoz jutnak. A többségi rendszer szerint pedig csak azok a képviselőjelöltek jutnak mandátumhoz, akik egy adott körzetben a legtöbb szavazatot érik el. Tehát itt elvileg egyetlen szavazat is jelentheti azt, hogy melyik pártnak a képviselője kerül be a tartományi parlamentbe, és ezek a jelöltek, akik többségi rendszer alapján jutnak be a tartományi képviselőházba, tulajdonképpen valamilyen módon nagyobb legitimitással rendelkeznek. Hiszen név szerint választották meg őket az emberek. Ez is lehet kétfordulós. Ez is lehet kétfordulós. Itt is tudni kell azt, hogy a többségi rendszerben van relatív többség és abszolút többség. Ebben a mi esetünkben abszolút többség szükséges ahhoz, hogy valaki elnyerje a mandátumokat. Tehát nem elég az, hogy az első fordulóban egy bizonyos jelölt a legtöbb szavazatot szerezte meg, hanem a választáson résztvevők számához viszonyítva több mint 50%-ot kell, hogy elérjen, hogy az első körbe tovább jusson. Abban az esetben, hogyha
nem sikerült egyetlen jelöltnek sem ilyen eredményt produkálnia, akkor következik egy második forduló, ahol a két legtöbb szavazatot kapott jelölt vesz részt. És közülük már egy biztos bekerül a második fordulóból, attól függetlenül, hogy hányan szavaznak. Igen. Az önkormányzati választások azok sima ügynek számítanak, úgy van? Az önkormányzati választások sima ügynek számítanak, de elég sok jelentkező volt, és voltak olyan pártok is, akiknek nem sikerült megfelelő támogatói aláírást összegyűjteni. Arra vonatkozóan tudunk-e adatot mondani, hogy egy-egy szavazó cédulán legfeljebb hány lista található? Tehát körülbelül, vagy egy átlagos számot, mire számítsanak az emberek? Hát tulajdonképpen az önkormányzati listán 14 párt, illetve pártlista szerepel, de Szabadkán, de ugyanennyi szerepel a tartományin is. És önkormányzata válogatja, hogy ott hány párt, illetve koalíció, sőt polgárok csoportja indul a választásokon. A végén még én arra kérném, hogy egy percben foglalja össze azokat a legfontosabb tudnivalókat, amelyeket május 6-án mindenkinek érdemes ismernie. Május 6-án a polgároknak tulajdonképpen magukkal kell vinni a megkapott meghívót, idézést. Amennyiben nem kaptak meghívót, akkor is természetesen joguk van szavazni. Ugyanazon a szavazóhelyen történik a szavazás, mint legutóbb. Egyébként Szabadkán 109 szavazóhely van, azzal, hogy még egy plusz szavazóhely a börtön. Ha megérkeznek a szavazóhelyre, feltétlenül vigyenek magukkal okmányt, méghozzá, ha nincs érvényes személyazonosság igazolványuk, akkor hajtási jogosítvány vagy útlevél is megteszi, és azt is el fogja a szavazatszámláló bizottság ismerni, mint érvényes okmányt. Emellett, mint ahogy már korábban mondtam, vigyázzanak, hogy alaposan tanulmányozzák át, és keresztnevet, vezeték nevet, a párt pontos megjelölését, így van? Igen, és a szavazat tulajdonképpen úgy történik, hogy egyetlen egy listára vagy jelöltre kell szavazni, a lista vagy a személy neve előtt álló sorszám bekarikázásával. Gyakran előfordul az is, hogy hát megkérdezik egyes emberek, hogy kire kell szavazni, hát az is fontos tudnivaló, hogy ne engedjük magunkat befolyásolni. Természetesen. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm. A közügyekben tegnap ugye a szerbiai nagypártokat mutattuk be a május 6-i választások kapcsán, mutattuk a programjaikat, ígéreteiket, a kampányaikból részleteket, ma a Vajdasági Magyar Pártokon a sor. Kezdjük a Vajdasági Magyar Szövetséggel, ez a párt vitathatatlanul az itteni közösségünk legerősebb politikai érdekképviselete. Ezt a feladatát mintegy 18 éve látja el. A párt tagjai, hívei, a VMS szavazótábora egyértelműen jó eredményekben bízik. A vasárnapi választásokon meg szeretné erősíteni köztársasági, illetve tartományi parlamenti jelenlétét, és az önkormányzatokban is jobb pozíciókat szeretne szerezni a választási eredmények tükrében. A VMS egyik legfontosabb, egyáltalán nem titkolt célja, hogy visszakerüljön Szabadka város élére. Ahol a munkának becsülete van, a lopást és csalást büntetik, ahol a jövő tervezhető. A Vajdasági Magyar Szövetség eddig még soha nem látott szorgalommal és erővel kezdte el a kampányát. Március 15-én a Szabadkai Népkörben hangzottak el a párt legfontosabb választási célkitűzései és programjának sarkalatos üzenetei.
vajdaságért egy normális Szerbiában. Ez az európai értékek, a vajdasági és a vajdasági magyar közösségi értékek képviselete mellett elkötelezett program. Kisebbségi, magyar, regionális és polgári. Tevékenységünk jövőbeli politikai alapjaiként értendő az eddig képviseltek folytatása. Ennek a programnak a megvalósítására készülünk, ehhez kérjük a támogatást, a bizalmat. Ennek a programnak az erőteljes képviseletével kívánjuk erősíteni a ma rólunk létező meggyőződést, hogy hitelesek vagyunk. A hitelesség pedig, hölgyeim és uraim, nem csak a politika teljesítményének a mércéje, de a bizalom megszerzésének és megtartásának egyedüli reális alapja. A korábbi koalíciós próbálkozásoktól elállva a VMS ezúttal teljesen egyedül indult neki a kampánynak. A Vajdasági Magyar Demokrata Párttal, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségével, a Magyar Remény Mozgalommal és a Magyar Polgári Szövetséggel kötendő esetleges választási szövetség a VMS számára nyilván csak terhet jelentett volna, hiszen a szerbiai politikai szintéren közel sem egyenlő súlyú erőkről van szó. Ilyen felállásban Pásztoréknak kellett volna a szekérjavát húzni, feladva az önálló, markáns megjelenés lehetőségét. Arra készülünk, azokkal irányítsuk az önkormányzatokat, akikkel országos és tartományi szinten és több önkormányzatban ma is partnerek vagyunk. Nem készülünk sehol, senki ellen, semmilyen revanszizmusra, semmilyen visszavágásra, semmilyen leszámolásra. Pedig emberileg volna okunk rá, de emberi mély megbántottságunkat háttérbe szorítjuk. A viszonyok konszolidálására készülünk, közös erőink összpontosítására, a tornyosuló problémák megoldására. Viszont azt is ki kell mondani, személy szerint azokkal, akik megmételyezték a viszonyokat, a leszámolás politikájának hordozói voltak. Nem tudjuk semmiképpen elképzelni az együttműködést. A VMS egyértelműen a nemzeti politizálás mellett tette le a voksát, amit megerősített Orbán Viktor magyar miniszterelnök vajdasági körútja is. Választásokra készülünk. Nekünk, magyaroknak, különösen azoknak, akik a mai államhatárokon kívül élnek, a választás több, mint politikai döntés. Megmaradunk-e? Felszínen maradunk-e? Van-e jövőnk itt, ahol élünk, magyarként? Rajtunk áll, miképpen döntünk, kérem önöket, érezzék át ennek a döntésnek a lehetőségét és a felelősségét. A VMS pozícióját jelentősen erősítette Pásztor István államfő jelöltsége is, hiszen az elnöki versenyben szerzett voksok kitűnő tárgyalási alapot jelenthetnek majd a választást követő egyezkedésekben. Elemzők szerint a Vajdasági Magyar Szövetséget és Pásztor Istvánt ezúttal olyan szavazók is támogatni fogják, akik korábban valamelyik szerb pártra adták volna voksaikat. Az elmúlt 4 év eredményei ugyanis több csalódást, mint örömöt hoztak az átlag emberek számára. Pásztor pozíció csak erősíti, hogy az államfői versenyben ő az egyetlen vajdasági jelölt, aki markánsan kiáll a tartomány érdekek képviselete mellett. Ez a szerepkör várhatóan sok szerb nemzetiségű szavazó szimpátiáját is elnyeri. Én bízok abba, hogy aránylag nagy támogatásunk lesz az elnök választáson is. Bízok abban, hogy szükség lesz arra a szavazott mennyiségre, amivel én rendelkezni fogok az első fordulót követően. És azt is szeretném elmondani világosan, elsősorban annak a 12.874 embernek, aki aláírt, hogy nem fogjuk szétszórni a szavazatokat, nem fogjuk szétszórni a támogatást, hanem célirányosan használva annak érdekében fogjuk latba vetni ezeket a szavazatokat és a mostani aláírásokat, hogy olyan megállapodás szülessen, amelyik a vajdasági fejlődést és egy normálisabb életteret, egy normálisabb országot tud eredményezni. A
A legfontosabb kérdés, mi várható a választások után, milyen koalíciók, háttéralkuk köttetnek majd. A VMS számára nyilván a demokrata párttal kötendő egyesség lenne a legelfogadhatóbb. Természetesen, amennyiben a demokraták minden szinten hajlandóak lesznek egyenrangú partnerként kezelni a magyar pártot. Mi lesz, ha végül a szerb haladó pártnak és szövetségeseinek lesz döntő szerepe Belgrádban? Ez nem könnyű kérdés, hiszen a magyar szavazók nehezen tudják elfelejteni a haladó politikusok korábbi szerepvállalását a Sesej vezette szerb radikális párt kötelékében. A VMS számára azonban akkor is a legfontosabb feladat lesz a vajdasági magyar közösség érdekeinek az érvényesítése. A kisebbségi sors már ilyen. Nem számíthatunk senki kegyére, jó akaratára, nem számíthatunk a demokratikus jogok maradéktalan betartására, mindenért harcolnunk kell. Nem rossz jel, hogy az utóbbi időben ez nekünk a vajdaságban számos mérvadó vélemény szerint egyre jobban megy. Bízunk abban, hogy ez még sokkal jobb is lehet. A Vajdasági Magyar Szövetség a köztársaság, illetve a tartományi választáson is teljes listával indul, azaz szerbiai listán 250, a vajdasági listán pedig 60 nevet sorakoztattak fel. Ez egyben azt jelenti, hogy ennyi ember vállalta névvel és arccal a Vajdasági Magyar Szövetség támogatását. 27 egyéni jelöltet is indítanak a vajdasági választásokon, 20 községből és városból. Ugyanakkor 25 vajdasági községben, városban, az önkormányzati választásokon is indulnak, listavezetőjük minden esetben a polgármester jelölt is. Míg a Vajdasági Magyar Szövetséget a magyar kormányt támogatja, addig a Magyar Remény Mozgalmat a Jobbik. A párt tegnap Szabadkán tartotta a kampányzáró rendezvényét, amelyen Vona Gábor, a Jobbik mozgalom elnöke is jelen volt. A legfiatalabb vajdasági magyar párt a polgárőrség intézményesítését és a közbiztonság javítását is zászlajára tűzte. Gyökeres változásokat ígér választási jelmondatában a Magyar Remény Mozgalom. A Délvidék legfiatalabb magyar pártja mindössze 2 éve alakult, így a mostani választás lesz az első alkalom arra, hogy megmérettesse magát. László Bálint pártelnök a magyar érdekek megalkuvás nélküli képviseletét nevezte az MRM legfontosabb feladatának. Választási programjukat 30 pontban határozták meg, hangzott el a politikai tömörülés tegnapi kampányzáró rendezvényén Szabadkán. Első intézkedéseink között lesz, amit már hallották is, lehetőségeinkhez mérten a polgárőrség intézményesítése, a közbiztonság javítása, az új munkáról szóló törvény meghozatala, hogy a munkavállalóknak nagyobb jogaik legyenek a munkaadókkal szemben, a helyi erőforrásokra való támaszkodás, illetve további lépéseket teszünk természetesen az autonómia kialakítása terén. Úgy gondoljuk, hogy a mostani Magyar Nemzeti Tanács, mint olyan nem megfelelő a personális autonómia intézményéként, bővíteni kell, új törvényt kell hozni, a Nemzeti Tanácsokról szóló törvényt meg kell változtatni, és számos olyan törvényt, amely kiigazításra szorul, nagyon jól tudjuk, például a vagyon visszaszármazhatásról szóló törvényben továbbra is él a kollektív bűnösség elve, többek között ezt is javasolni fogjuk, hogy változtassák meg. És számos olyan javaslattal fognak élni képviselőink, amelyekhez tulajdonképpen más pártok nem is áll szándékukban hozzányúlni, vagy nem olyan módon, ahogy majd azt az MRM képviselői, illetve jelöltjei szeretnék megtenni. Úgyhogy én kérem önöket, kérem a választópolgárokat, hogy május 6-án válasszák a Magyar Remény Mozgalom jelöltjeit. A Magyar Remény Mozgalom kampányzáró rendezvényén Vona Gábor, a magyarországi Jobbik elnöke is részt vett, valamint Szávai István országgyűlési képviselő. A két párt programja majdnem megegyezik, ezért is támogatja a Jobbik a délvidéki politikai tömörülést, hangzott el a rendezvényen. A délvidéki magyarságra is rászul egy rendszerváltozás, mint ahogy szinte minden magyar közösségre a Kárpát-medencében. Új időszak jön, egy egészen új világ alakul ki most itt a szemünk láttára. Meg kell csak nézni a híradásokat. Egészen új problémák, új kérdések merülnek föl, és ennek a kezelésén én úgy érzem, hogy
Az egész Kárpát-medencében új politikai erőkre van szükség. És én ezért bízom nagyon a Magyar Remény Mozgalom sikerében, és kérek mindenkit, aki mondjuk az itt élő magyarok közül a Jobbikkal szimpatizál, hogy azt az esélyt, amit mi megkaptunk otthon a támogatóinktól, azt itt adják meg a Magyar Remény Mozgalomnak. Hogy ők is bizonyíthassanak, és ezekre az új kérdésekre, új problémákra maguk új válaszait megadhassák. Én ezt kívánok nekik nagyon sok sikert, és ahogy mondtam, mindenben mellettük leszünk és bízunk bennük. A Magyar Remény Mozgalom összesen 8 önkormányzatban indul, valamint tartományi szinten is vannak egyéni jelöltjeik. A párt a parlamenti és a köztársasági elnökválasztáson nem vesz részt. Arra a kérdésre, hogy ez esetben kit támogat a párt, László Bálint azt mondta, a tagságra bízza, hogy május 6-án kire adják le voksukat. A rendezvényen egyébként elhangzott, csak a magyar előjelű pártok tudják igazán képviselni a vajdasági magyarság érdekeit. A Vajdasági Magyar Demokrata Párt szerbiai politizálását a Magyar Nemzeti Tanács és a VMS éles hangú kritizálása jellemzi. Választási céljai között az általa valódinak nevezett magyar autonómia megteremtése szerepel, a rossznak minősített nemzeti tanácsi törvény módosítása és a VMS egyeduralmának megtörése. A pártelnök napi hírleveleiben is erről ír. Ágoston András szerint Temerin különösen fontos a vajdasági magyarság egész szempontjából, ezért nem mindegy, hogy ott milyen eredmény születik. Mint ismeretes, a VMDP központja Temerinben van, a város polgármesterét is ez a párt adja. Temerin mellett Szabadkán van még hatalmi pozícióban a Vajdasági Magyar Demokrata Párt. Tiszta hang. Ez a Vajdasági Magyar Demokrata Párt kampányszlogenje a 2012-es választásokon. A VMDP programpártként határozza meg önmagát. Követelése között a kettős állampolgárság és magyar autonómia kiemelt helyen szerepel. Mivel a kettős állampolgárság már adott, a VMDP úgy véli, a feladata most az, hogy tovább küzdjön a tényleges magyar autonómiáért, vagyis a jogalkotási és végrehajtási jogosítvánnyal is rendelkező tényleges autonómiáért. Ágoston András pártelnök mai hírlevelében így fogalmaz. A VMDP 2012-ben a teljes pénztelenség állapotában, a választási előkészületek során nem folytatott központilag szervezett kampányt. Nincs egységes központi listája, és nem csatlakozott egy szerb vagy más kisebbségi politikai erőhöz sem, így a mindannyian együtt koalícióhoz sem. VMDP az egyetlen párt, amelyik tényleges autonómiát követel, semmi más követelése nincs. Ezzel a követeléssel nem voltunk kívánatos egyik másik pártnak sem. De ez nem baj, hát. Nem olyan rég még támogatta a kisebbségi koalíció elképzelését is. Én kérem, hogy a közügyek nézőinek is mondja meg, hogy miért nem tudott ehhez csatlakozni a Vajdasági Magyar Demokrata Párt. Ami a VMDP-t illeti, ezt a koalíciót valóban az egyik új bosnyák párt kezdeményezte. Rögtön csatlakoztunk, érdekelt bennünket, azzal a föltétellel, hogyha ez a nagy koalíció, nagy kisebbségi koalíció elfogadja azokat a követeléseket, amelyeket hét pártként Tadics elnök úrnak fogalmaztunk meg, konkrétan a nemzeti tanácsokról szóló törvény lényeges részének megváltoztatására. Végül is ezt nem fogadták el, nekünk ezt tényként tudomásul kell venni. Az a bosnyák párt, amelyiknek pénze van, nekünk nincs pénzünk, ő diktálja a politikai célkitűzéseket a koalícióban. Feltételeket támaszt, nem? Nem, csak nem tették be ezt a követelést, és mi értünk a szóból, meg a le nem írt szóból is. Jelöltjeik önkormányzati és vajdasági szinten indulnak a választásokon. 6 egyéni tartományi jelöltjük van. A VMDP Szabadkán, Topolyán, Temerinben és Óbecsén önálló helyi önkormányzati listát állított, valamint egy önkormányzatban, Szent Tamáson koalícióban indul a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségével, Szent Tamási Magyar Fordulat koalíció néven. A VMDP szabadkai elnöke az április 19-i közügyekben azt mondta, 6-7 helyre számítanak a városi önkormányzatban.
Almási Szilárd akkor úgy nyilatkozott a programjukról, hogy terveik nem térnek el az elmúlt években ígértektől. A VMDP Szabadkán része a Demokrata Párt által irányított hatalomnak. A VMS kilépése után a VMDP benn maradt a koalícióban és tisztségeket is vállalt. Akkor azt mondták, két feltétellel, a nemzeti tanácsokról szóló törvény módosításáért és a turulszobor visszaállításáért. Azért maradtunk, hogy azokat az embereket, akik különböző közvállalatokban részt vesznek, és azokat a közintézményeket, amik Szabadka városában vannak, tudjuk támogatni, és hogy meg tudjuk védeni azokat az érdekeket, amelyeket a Vajdasági Magyar Demokrata Párt a magainak tud vallani. Úgy érzi, hogy ezt sikerrel vették? Mindent megtettünk. A 21 képviselő helyett 4 képviselő volt az, aki nekivetette a hátát a falnak, és nem engedte, hogy bedőljenek az árkok. Ennyit erről. Milyen programambíciókkal lépnek most a választásokra, tehát mi az, amit választási ígéret címszó alatt kínálnak a választóiknak? Továbbra is azt mondjuk, amit eddig a Vajdasági Magyar Demokrata Párt szabadkai szervezetének és a pártnak általában nagyon egyértelmű volt az üzenete. Pontosan tudni lehet, hogy mi az, amit követünk. 20 éve nem változtattunk ezen a politikán, és azt gondoljuk, hogy jövőben se kívánunk. Ugye szerkesztőasszony ezt biztosan tudja, hogy a kettős állampolgárság intézménye sikeresen megvalósult. Most lépünk egyet tovább, és megpróbáljuk azokat az képzeléseket, amiket megfogalmazott a párt magában, és a választmány ezt jóvá hagyta, azokat véghez vinni. Hát, Szabadka vonatkozásában ez hogy néz ki, hogyha ön korábban nagyon... is azt fogalmazta meg, hogy ugye Szabadkáról szeretne beszélni, akkor kérem, hogy ezt most Szabadka vonatkozásában bontsa le. Nagyon szívesen beszélek arról, hogy Szabadkán mit szeretnénk. Szabadkán például azt szeretnénk, amit az imént Maglor Jenő úr láttuk és nyilatkozott, hogy tényleg én támogatom, és mi támogatni fogjuk azt, hogy nézzük meg, hogy 95-től ki mit lopott ebben a városban. Tényleg a tiszta kezek politikáját és a tiszta vizet a pohárba elvét szeretnénk Szabadka városában megvalósítani. A Vajdasági Magyar Demokrata Párt egyetlen olyan hatalom sem nem kíván részt venni a jövőben, amelyik nem követi ezt a politikát. Tényleg. Azt a 15 éves politikai szennyet és morkot, ami lassan rájut Szabadka városára, azt le kell mosni. Ágoston András a Vajdaságmának azt nyilatkozta, sokféle koalíciót el tud képzelni önkormányzati szinten a választásokat követően, hatalmit és ellenzékit is. Hozzátette, Temerin különösen fontos a vajdasági magyarság egésze szempontjából, ezért nem mindegy, ott milyen eredmény születik. A VMDP elnöke Ágoston András napi rendszerességgel megjelenő hírlevelei közül sorában ma a következőképpen is fogalmazott, a VMDP demokratikus ellensúly vagy fék lesz a választásokat követően, amire éppen szükség van, tette hozzá Ágoston András. Minden esetre a szabadkai hatalomban való részvételt a Magyar Nemzeti Tanács ellenesség is megjegyezte az elmúlt időszakban. A mozaiknak a szépségét mindannyian ismerjük, ehhez szép kövecskékre van szükség és sok kövecskére. Ezért, ha mi is a jövőnk, a magyarság jövőinek mozaikát akarjuk építeni, akkor vegyünk részt a választásokon. Minden felelős ember valójában tartozik azzal önmagának, hogy tegyen is önmaga érdekében valamit, és hát egyáltalán szélesebb körben gondolkodva is az itt létünkért, az egyáltalán a vajdasági életkörülményeink érdekében, ha egy alakító hozzáállás érvényesül, akkor mindenféleképpen részt kell venni és bekapcsolódni azokba a mechanizmusokba, amelyek döntő kihatással vannak a jövőt illetően. Ki kell menni, szavazni kell, úgyhogy tessék mindenki menjen szavazni.
A VMDK választási programját, kampányát is jellemzi a Magyar Nemzeti Tanács és a VMS ellenesség. Emlékezünk még arra, amikor a VMDK volt az a vajdasági magyar párt, amely panaszbeadványt nyújtott be neven a Petrusit szerbiai esélyegyenlőségi biztoshoz, amelyben arra kérte, hogy foglaljon állást a Magyar Nemzeti Tanács által elfogadott határozatról, amely a felsőoktatási ösztöndíj pályázati felhívásáról, a pályázat lebonyolításáról és a kérelmek pontozásának szabályozásáról rendelkezik. Ugyanakkor Adán, ahol a VMDK elnöke, egyben a községi képviselőtestület elnöke is hónapok óta húzódik az adai könyvtár alapítói jogainak részbeni átruházása a Magyar Nemzeti Tanácsra, annak ellenére, hogy községi képviselőtestületi döntés van erről, és Csonka Áron KKT elnököt megbízták a szerződés aláírásával. A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége a történelmi VMDK nevét viseli. Köztársasági és tartományi szinten a Mindannyian Együtt koalícióval indul, vagyis nem állít önálló pártlistát. Helyi, azaz önkormányzati szinten azonban van önálló jelöltje. Adán, Topolyán és Zentán, míg Csókán a Magyar Polgári Szövetséggel közösen indít listát. Magyar Kanizsán és Szabadkán pedig a Mindannyian Együtt koalícióban indul. Szent Tamáson pedig a Vajdasági Magyar Demokrata Párttal együtt, Szent Tamási Magyar Fordulat koalíció néven. Csonka Áron pártelnök, aki Adán a VMDK tartományi egyéni jelöltje is, április 19-én volt a közügyek vendége. Szándékosan csináltuk azt, hogy önkormányzati szinteken 10 önkormányzatban önállóan indulunk, hiszen mi egy alulról felfelé épülő párt vagyunk, és úgy gondolom, hogy az önkormányzati választások meg fogják mutatni, hogy mennyi szavazattal bírunk, és ez lesz az a mag, amely az elkövetkezőben egy új, modern és erős VMDK-t fog előidézni. A VMDK fontosnak tartja a területi és a személyi jelvű autonómiáért folytatott küzdelmet, a részarányos parlamenti képviseletet, illetve a vagyon visszaszármaztatási törvény módosítását, a köz- és személyi biztonság szavatolását. Követeli a nemzeti tanácsokról szóló törvény módosítását is. Ami a programot illeti, nagyon fontos kiemelnem, hogy annak ellenére, hogy egyesek azt híresztelik, hogy nincsen semmilyen programunk, ami a köztársasági és a tartományi koalíciót illeti. Én nekem azt kell, hogy mondjam, hogy a Magyar Fordulatból fennmaradó két párt, amely részt vesz ebben a koalícióban, teljes egészében a Magyar Fordulat által alkotott program eszmeiségét átvitte a kisebbségi tömörülésbe. És az teljes mértékben el is lett fogadva, tehát a Bosnyákok Demokratikus Közössége, a Horvátok Demokratikus Közössége, a Szlovák Párt felismerte ugyanazokat a problémákat, amelyeket mi megfogalmaztunk, hiszen tudjuk, hogy a kisebbségi közösségekben van két pólusúak általában, van egy olyan szervezet, vagy egy olyan párt, vagy egyének, akik a többségi pártokhoz húzódva a többségi, mindenkori többségi elitnek az álláspontjait képviselik a kisebbségek soraiban. Mi fordítva próbáljuk ezt megtenni, tehát hogy a valódi kisebbségi érdekeket képviseljük ott, ahol kell, tehát a szerb politikai elit előtt. A VMDK Nemzeti Tanács ellenessége egyébként az adai könyvtár életébe is beleszólt. A Szarvas Gábor könyvtár alapító jogait nem vehette át a Magyar Nemzeti Tanács, ugyanis Csonka Áron, aki az adai képviselőtestület elnöke is, nem írta alá a szerződést, pedig a képviselőtestület megszavazta az alapítói jogok egy részének átruházását, a szerződés aláírásával pedig megbízta a testület elnökét. A Magyar Polgári Szövetség is indul a május 6-i választásokon. Sarkalatos követelésük, törekvésük a nemzeti tanácsokról szóló törvény megváltoztatása. A párt elnöke Rácz Szabó László egyébként 2010. februárjának közepén került hatalomra Zentán, amikor leváltotta a Demokrata Párt az ottani VMS-es polgármestert, és helyébe a Demokrata Párt a Magyar Polgári Szövetség, illetve a Vajdasági Szociáldemokrata Liga képviselői választottak új vezetőséget Zenta élére. Azóta a zentai önkormányzat ellen a Magyar Nemzeti Tanács több közigazgatási pert is indított, mivel nem tartotta be a Magyar Nemzeti Tanács jogosítványait.
Azt mondjuk, amit gondolunk, és azt tesszük, amit mondunk. Így szól a Magyar Polgári Szövetség szlogenje. A május 6-ai választáson tartományi és parlamenti szinten a Mindannyian Együtt koalíció keretében indul az MPS, akár csak Magyarkanizsán és Szabadkán az önkormányzati választáson. Zentán és Adán azonban önállóan mérettetik meg magukat. A Magyar Polgári Szövetség számára is fontos cél a nemzeti tanácsokról szóló módosítás, bár a pártelnök Rácz Szabó László tagja a Magyar Nemzeti Tanácsnak. Rácz Szabó szerint az MNT központosít, Szabadkáról akarja irányítani a vajdasági magyarságot. A párt ezért elsődleges alapelvként a decentralizációt nevezte meg. Az MPS elnöke a február 24-i közügyekben többek között erről is beszélt. Tudjuk, hogy most egy óriási centralizáció folyik, ahelyett, hogy decentralizáció lenne. Le kell építeni a döntéshozatalt minél alacsonyabb szintekre. Ez a dolognak a lényege. Hát vajdaság státusával is foglalkozunk. Számunkra fontos az, hogy vajdaság visszakapja a pénzeket, és hogy vajdaság a saját jövedelméből hát éljen, jól éljen. Most látjuk azt, hogy nem egyformán kezelik Szerbia más részeit, és vajdaságot sem pénzügyileg, sem igazságügyileg se. Semmilyen más módon. Hát az igazságtétel tudjuk, miről szól. Most folyamatban vannak azok ugye a visszaszármaztatások, folyamatban van a rehabilitáció, folyamatban van a 44-es, 45-ös eseményeknek a tárgyalása, mi itt emellett állunk ki, és ez az, amit követelünk. Nemzetiségi jogok, közbiztonság. Hát ez egy nagyon fontos kérdés, nem csak a magyarságot érinti, bár a magyarságot nemzeti alapon is érinti, hát elég sokat támadják, akár itt Szabadkán is, ha úgy tetszik, vagy Temerinbe tudjuk, nagyon sok gond adódott ebből. Rácz Szabó szerint Zenta a zentaiaké, Csóka a csókaiaké, Ada az adaiaké, Óbecse az óbecseieké, Szabadka a szabadkaiaké. A Magyar Polgári Szövetség az elnökválasztáson azt a jelöltet fogja támogatni, aki egyebek mellett elfogadja az MPS-nek a nemzeti tanácsokról szóló törvény megváltoztatására vonatkozó elképzelését. Másik alapkövetelésük, hogy Szerbia minden törvényéből törölje ki a kollektív bűnösség elvét. Egyébként a választások előtt néhány hónappal, tavaly karácsonykor még úgy tűnt, összefog a négy kisebb vajdasági magyar párt és Magyar Fordulat néven együttesen lépnek fel a Vajdasági Magyar Szövetség ellen a 2012-es választásokon. A Magyar Fordulat azonban nem élt sokáig. A magyar tömörülésből végül vegyes kisebbségi lett, amihez már csak két vajdasági magyar párt csatlakozott. 2011 karácsony tájékán alakult meg a Magyar Fordulat, a négy kisebb vajdasági magyar párt, a Magyar Polgári Szövetség, a Magyar Remény Mozgalom, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége és a Vajdasági Magyar Demokrata Párt koalíciója. A közös sajtótájékoztatójukon azt mondták, már hónapok óta folytak köztük az egyeztetések, egy teljesen új erőt szeretnének képezni a politikai palettán. Teljesen új erőt szeretnénk képezni a politikai palettán, ilyen még nem volt, és úgy gondoljuk, hogy ezt a koalíciót nyitottra kell hagynunk. Mindenkit várunk ebbe a koalícióba, ugyanúgy a VMS-t is. A vajdasági magyarságnak a túléléshez, az élethez egyáltalán szüksége van egy fordulatra. Szüksége van egy olyan fordulatra, hogy a magyar életbe, a politikai életbe visszatérjen az érdekvédelem, és ez teljes erővel térjen vissza. Ebbe a koalícióba egyenrangú partnerekként menjünk bele, és úgy akarunk fellépni, hogy a közösséget szolgáljuk, és nem pedig uraljuk. Ágoston András, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnöke elmondta, hogy ő és pártja már több koalícióban is részt vett, de ezek nem voltak működőképesek. Szerinte ez a harmadik végre sikeres lesz. Harmadik, ahogy ez szokás is a mesékben, ilyen vége van a meséknek, hogy a harmadik lesz a harmadik fiú kapja meg a királylányt. A Magyar Fordulat február végén ismertette választási programját Újvidéken. Nem egész két hét leforgása alatt kiderült, a Magyar Fordulatot nem fogja fenntartani a négy kisebb vajdasági magyar párt. Ehelyett széleskörű kisebbségi koalíciót hoznak létre.
Döntésüket azzal indokolták, hogy időközben a magyar kormány és maga Orbán Viktor miniszterelnök, Fidesz elnök a Vajdasági Magyar Szövetséget támogatja. Március 15-e előtt egy nappal a koalíciós szerződés aláírásakor már tudni lehetett. A négy magyar párt közül az MPS és a VMDK marad a kisebbségi koalícióban. Nem jutottunk volna ide abba az esetben, hogyha, mivel hogy tudjuk, ugye, hogy mi egy négypárti magyar koalícióba gondolkodtunk a magyar fordulatban. Így van. De nem jutottunk volna ide abba az esetben, hogyha láttuk volna, hogy Magyarország, tehát a magyar miniszterelnök támogatja a magyar-magyar összefogást. De mivel hogy kiderült, hogy ez nem így van, ezért azt mondtuk, hogy más védelmi rendszert kell találnunk, hiszen nem számíthatunk Magyarországra. Nem mint pártok, hanem mint a vajdasági magyarság nem számíthat erre. Mármint az egész vajdasági magyarság számíthat Magyarországra, nem, ezt mondta most? Nem, én azt mondtam, hogy nem számíthat arra, hogy a Magyarország támogatni fogja a magyar-magyar összefogást. Na most én azt nem mondom, hogy nem számíthat persze Magyarországra, de az biztos, hogy én nekem legalábbis meggyőződésem, hogy nagyon rossz politikai üzenet ez a vajdasági magyarság számára, mert azt üzeni, hogy az a jó, ha széthúzunk, az a jó, hogyha nem akarjuk együtt csinálni a dolgainkat. Itt viszont a nemzeti kisebbségek természetükből adódóan mindig bajba vannak. Tehát maga a természet ennek a rendszernek, hogy a nagyobb, meg a kisebb mindig problémában van. És úgy gondoltuk, hogy amennyiben Magyarországnak hát ilyen a hozzáállása, mi nem fogjuk feladni azért az elveinket, elképzeléseinket, mert vannak céljaink, ugye, amit szeretnénk elérni a parlamentbe. A közügyeknek márciusban azt nyilatkozták, célok közé tartozik többek között a nemzeti tanácsokról szóló törvény és a vagyon visszaszármaztatási törvény módosítása, valamint a decentralizáció. Ebben a koalícióban, ami nagyon tágas koalíció, azért fogunk harcolni, illetve az első kezdeményezésünk az lesz, hogy a nemzeti kisebbségi törvény változzon, mert ezek a törvények, amelyik most érvényben vannak, nagyon precíz a törvény, és nem engedi, hogy a politikusok részt vegyenek a nemzeti tanácsokban, és a probléma nem csak a magyar, a horvát, macedón, mindenhol a pártok vezetik, az eszközök megosztják, és minden mást, ami ezek a nemzeti tanácsok nyújtanak. Szóval ez az egész törvény ellen történik, és így ezek az egyesületek, amelyek nem függnek a politikai pártoktól, nem tudnak fejlődni kultúrában sem, művelődésben sem, oktatásban sem. Az MRM egyértelművé tette, nem tartja korrektnek a magyar fordulatból való kiugrást, nem támogatja az új koalíciót, marad a magyar alternatíva mellett. Nem sokkal ezután az is egyértelművé vált, hogy a VMDP nem csatlakozik. Ágoston András pártelnök nyilvánvalóvá tette, pártja álláspontja az volt, hogy köztársasági szinten nem indulnak, nem kívánják a magyar szavazatokat megosztani, miután Magyarország a VMS mellé állt. A szélesre tervezett nemzeti kisebbségi összefogásban végül az MPS-szel és a VMDK-val együtt a Bosnyák Demokratikus Közösség, a Macedónok Demokratikus Közössége, a Horvátok Demokratikus Közössége és a Szlovák Párt vesz részt. A koalíció a köztársasági és a tartományi választáson indul. A köztársasági lista vezetője Emir Elfit, a Bosnyák Demokrata Közösség elnöke, a tartományié pedig a Magyar Polgári Szövetség elnöke Rácz Szabó László. Az elképzelések szerint a Mindannyian Együtt koalíció keretében a magyaroknak a köztársasági parlamentben egy helye lesz, mégpedig az ötödik. Az elképzelések szerint a két magyar párt fél időben vált majd. A VMDK kezdi, az MPS folytatja. A tervek szerint a tartományban is ugyanígy váltanak majd. Vackor és én már nagyok vagyunk, ősszel az iskolába együtt indulunk, legyél te is az osztálytársunk. Az anyanyelvű oktatás hatékony tudást eredményez. Akkor teszünk jót gyermekünknek, ha magyar tannyelvű osztályba iratjuk. Kedvezményekkel és támogatásokkal segítjük a gyerekeket céljaik elérésében. Biztosítjuk a jövő felé vezető útjukat. Magyarságunk érték, őrizzük meg!
A stratégiaalkotás ideje következett el a nemzetpolitikában, erről beszélt Répás Zsuzsanna, Magyarország nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára ma Budapesten, azon a konferencián, amelyet a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács stratégiáiról rendeztek. A konferencián ott volt Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, és dr. Korhec Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke is. Elsősorban ezt célozza. Nem napokra, hetekre, hanem hosszú távra kell tervezni, stratégiákat kell alkotni. Csak így lehet sikeres a magyar nemzetpolitika, mondta Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár a budapesti tanácskozáson. Az elmúlt 20 évben nem nagyon születtek stratégiák, vagy legalábbis nem olyan stratégiák, amelyek megvalósultak volna. Hogy a mi stratégiáink megvalósulnak-e, az természetesen majd a jövőnek a kérdése, reméljük, hogy megvalósulnak, de eddig valóban azt sem láttuk, hogy ilyen tömegével születtek volna a stratégiák, akár a magyar államigazgatásban is. Mi ennek az oka? Mi kell ahhoz, hogy stratégiák születhessenek, hogy azok, akik egy közösség jövőjéért gondolkodnak, egy közösség jövőjéért cselekszenek, elkezdjenek egy picit hosszabb távon gondolkodni. Nem csak mindig az adott napnak a problémáját, csak egy-egy hétre előre látva, hanem elkezdjünk gondolkodni 10 évben, 15-ben, 20-ban, 25-ben. Tehát elkezdjünk gondolkodni abban, hogy hogyan tudunk majd a jövőben előre haladni, hogyan tudunk majd a jövőben szolgálni a közösségeink érdekeit, javát. Mi ennek a feltétele? Az alapfeltétele ennek az, hogy viszonylag stabil viszonyok legyenek. Amíg nem éreznek a közösségek, vagy a közösségek vezetésében dolgotok valamilyen stabil hátteret, stabil alapokat, addig nem is tudnak, nem is lehetnek képesek hosszabb távon előre gondolkodni. Magyarországon ezt a stabil viszonyt az a kétharmados erő jelenti, amely a mai kormányzásnak a hátterét, az alapját adja, és az az új struktúra, amit erre a kétharmados erőre támaszkodva felépítettünk. Felépítettünk az alaptörvényben, a megváltozott közjogi rendszerben, a megváltozott kormányzati struktúrában. Ebben a kormányzati struktúrában a nemzetpolitika hangsúlyos szerepet kapott. Tehát ezek azok a stabil alapok, amelyre elkezdhetünk építkezni. És amint látjuk, a magyar államigazgatás különböző területein egymás után születnek a stratégiák. Ebből a szempontból ugye nekünk, ami nagyon fontos, a nemzetpolitikai stratégia. És azt kell mondanunk, hogy igen, a mi területünkön, a nemzetpolitikában is hiánypótló volt. A tavaly novemberben a Magyar Állandó Értekezlet ülésen elfogadott stratégia hiánypótló volt, mert nem született ilyen az elmúlt 22 évben, a rendszerváltozás óta eltelt időben. Én nagyon örülök annak, hogy tavaly novemberben a Magyar Állandó Értekezlet ülésén valóban konszenzussal fogadtuk el ezt a stratégiát. Látni kell, hogy a Mayer asztalánál azért olyan politikai erők ülnek egymással, egymás mellett, amelyek a hétköznapi életben nem nagyon folytatnak párbeszédet, nem hogy közösen gondolkodnának stratégiáról, közösen fogadnának el jövőre vonatkozó terveket, és ezt a Magyar Állandó Értekezlet ülésen el tudtuk érni. És ez azért nagyon fontos, mert hogyha mi valóban sikeresek szeretnénk lenni a nemzetpolitikában, valóban azt szeretnénk, hogy át tudjuk vinni a legfontosabb nemzetpolitikai, nemzeti törekvéseinket, ahhoz kell egy nemzeti konszenzus. Ahhoz kell egy konszenzus a különböző politikai érek között, ahhoz kell egy egyetértés, mert csak így tudjuk ezeket a legfontosabb nemzeti érdekeket hatékonyan képviselni. És úgy mondom, hogy ha a vajdasági magyar közösségről beszélünk, ott is megvan ez a biztos alap. Hiszen minden alkalommal elmondom, remélem még nem unalmas, de azt hiszem, hogy annyira fontos dolog, hogy nem lehet unalmas, hogy a vajdasági magyar közösségre bizonyos szempontból irigykedve tekint a többi kárpát-medencei magyar közösség. Hiszen az egyetlen olyan közösség, amely az autonómia törvényileg garantált formájával rendelkezik. Az egyetlen olyan közösség, amely el tudta érni, hogy az adott államban törvényi garanciái legyenek az autonómia, a kulturális autonómia formájának, hogy létre lehetett hozni a magyar választói névjegyzéket, és belső magyar választásokat lehetett tartani, és ezáltal meg lehetett választani a vajdasági magyarság mini parlamentjét, belső parlamentjét, a Magyar Nemzeti Tanácsot, amely meg tudja hozni azokat a legfontosabb döntéseket, amelyek a vajdasági magyarság életét befolyásolják. Természetesen tovább kell még fejleszteni ezeket a kereteket is, de az, hogy elindulhatott ez a munka, hogy van egy biztos alap, és nem utolsó sorban az, hogy 78%-os többséggel
a Vajdasági Magyar Szövetség tudja irányítani ezt a munkát, ami azért fontos háttér, mert ha van egy stabil erő, politikai erő, amire lehet támaszkodni, úgy lehet az ilyen munkát elvégezni. Ez adja meg azt az alapot, amin a stratégia alkotásra indulhatott. Éppen ezért örülünk annak, hogy most itt Budapesten is alkalmunk van arra, hogy megismerkedjünk a különböző stratégiákkal, amit a Magyar Nemzeti Tanács kidolgozott, és amelyek azért születtek meg, hogy irányt adjanak a vajdasági magyarság cselekvésének, irányt adjanak annak az útnak, ahogy a jövőjét, a jövőbeli fejlődését, megmaradását, gyarapodását a vajdasági magyarság elkészítette. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke arról beszélt, hogy a közösség építése alapvető feladata minden határon túli politikusnak, hogy aktuális, életképes és versenyképes válaszok szülessenek a kérdésekre. Pásztor István szerint a közösség építésével lehet megmaradni magyarként, és csak így lehet emberhez méltó életet élni kisebbségben is. Azért fontosak a stratégiák, mert azt bizonyítják, hogy nálunk a vajdasági magyar közösségben van egy tudással, tapasztalattal, elkötelezettséggel fölvértezett része a közéletnek, amelyik meg tudja fogalmazni a hosszú távú közösségi ambíciót. Létezünk olyan 10, 15, 20, 30, 50 szakpolitikussal, civillel, aki fontosnak tartja azt, hogy leírjuk, hogy oktatásban, művelődésben, tájékoztatásban, nyelvhasználatban mit gondolunk ma, és hova akarunk eljutni. A stratégia azért is fontos, mert ennek a közös gondolkodásnak eredményeképpen körvonalazódik a hosszú távú szándék, a közösségi szándék. És ezt a közösségi szándékot a kritikus tömegű akarat teszi stratégiává. Az a kritikus tömegű akarat, amit úgy hozunk létre, hogy amikor megvan a papíros, amit 10-15 ember aláír, vagy megírt, akkor elkezdünk vele mozogni, menni, beszélgetni, behívjuk rá az embereket, beszólítjuk az embereket, és megkérdezzük, hogy vajon mit gondolnak. Ezzel a közös gondolkodással jutunk el odáig, hogy kialakul egy kritikus tömegű közösségi akarat. Az oktatás, a művelődés, a tájékoztatás, a nyelvhasználat, a beiskolázás, a nem tudom én minek a tekintetében, azoknak a hosszú távú elképzelésének a tekintetében, amiket itt most be fogunk mutatni. És ez azért fontos, hölgyeim és uraim, mert így jutunk el a konszenzusig. Így jutunk el a közösségen belül létező konszenzusig, mint az összefogásnak az alapjáig. Az, aki folyamatosan arról beszél, hogy fogjanak össze a magyarok. Az alapvető kérdés, hogy van-e minek alapján összefogni? Van-e egy olyan téma, van-e egy olyan elképzelésrendszer, ami mellé oda tudnak állni sokan? Én azt gondolom, mi ma abban a helyzetben jutottunk, hogy sok tekintetben le tudjuk rakni azokat a papírokat az asztalra, amikre azt tudjuk mondani, hogy gyerekek, azért álljatok ide, mert mi ezt akarjuk megvalósítani, ennek legyetek részesei. És én azt gondolom, hogy ezért fontos ezeknek a stratégiáknak a bemutatása, és ezért fontos az, hogy a Nemzeti Tanácsnak velünk együtt sikerült ezeket a stratégiákat kidolgoznia. Azért is fontos, mert innentől kezdve ezek a dokumentumok kötelező, irányadó, mindenki számára feladatot megfogalmazó irányelvek. A stratégia nem azért fontos, hogy le legyen írva, ki legyen nyomtatva és szét lehessen osztogatni, hanem azért fontos, hogy minden döntéshozó számára az legyen az alfa és az omegája a reggelnek, a délnek és az estének. Abból nem lehet kiugrálni utána. Se fejlesztésben, se támogatásban, se számonkérésben, se felelősségben az akkor az irányadó. És ebben azt kell, hogy mondjam, hölgyeim és uraim, hogy a politikának megkerülhetetlen, kiválthatatlan szerepe van. Azok, akik azt mondják, hogy majd a szakma, meg majd a civilek, meg majd mi mostan, ez rendben van. Csak azt szeretném jelezni, hogy a modern társadalmak úgy működnek, hogy ahhoz, hogy egy közeg érvényesíteni tudja az ambícióját, ahhoz befolyással kell, hogy rendelkezzen. A befolyást pedig nem más, mint maga a pártpolitika biztosítja.
Hiába van nekünk stratégiánk, hogyha nincsen mögötte olyan erőnk, nincsen mögötte olyan pártpolitikánk, nincsen mögötte olyan befolyásunk, amelyik rákényszeríti a döntéshozókat arra, hogy ezeket a stratégiákat figyelembe vegyék, hogy erre forrásokat biztosítsanak, hogy erre életteret biztosítsanak, hogy ebben partnerok legyenek. Ezért én azt gondolom, hogy az autonómiának és a pártpolitikának a fölfogása nem lehet a vagy-vagynak a fölfogása, csak az és-ésnek a fölfogása. A két dolog egymást erősítve egy közösségi kibontakozásnak, előrehaladásnak a két fontos megkerülhetetlen eleme. Pásztor István a közelgő választásokról szólva azt mondta, nagy megmérettetés küszöbén állnak, és arra készülnek, hogy politikailag megerősödik a VMS. A találkozón Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet vezetője arról beszélt, hogy a stratégiák csak akkor valósulhatnak meg, ha a magyar állam és a határon túli magyar közösségek között együttműködés van. Kántor Zoltán szerint az autonómia egyértelműen a fő cél a határon túli magyar közösségek számára. Kórhetsz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács vezetője azt mondta, korszakváltásnak lehetünk tanulni a vajdasági magyar közösség életében. Kórhetsz szerint lépésről lépésre egyre többen érzik át a hosszú távú stratégiai tervezés jelentőségét. Úgy fogalmazott, hogy a stratégiai dokumentumok megalkotása lehetővé teszi, hogy a magyar közösség szekerét ugyanabba az irányba tolják. Érvényes ez az MNT oktatási, a nyelvhasználati és a média stratégiájára egyaránt. Az MNT elnöke azt is jelezte, folyamatban van az ifjúsági és sportstratégia kidolgozása is. Mára ez volt a közügyek, holnap egy kampány csendes közügyekkel várjuk Önöket, és ne feledjék, május 6-án este 8 órától élőben kísérhetik velünk figyelemmel a választási eredményeket. Most szép estét kívánok mindenkinek!